Mindenképp azt szeretném kérni, hogy az, ami gond és probléma van, ami közvetlenül zavarja az embereket, azokról beszéljünk. Nem biztos, hogy mindent meg tudunk oldani, de legalább tudjuk, hogy mi az, amit kell. A helyiek véleményére volt kíváncsi a körzet önkormányzati képviselője, ezért tartott csütörtökön késő délután lakossági fórumot a szekszárdi Árok utcában Máté Péter. Hát felvenni az igényeket, hogy kinek mivel van problémája. Nagy dolgokat nem hiszem, hogy tudok ígérni, mert a költségvetés az még nincs egyébként is adott és szűkös, de én úgy gondolom, hogy azokat a dolgokat, amik a lakókat közvetlenül érintik, tehát egy-egy járda probléma, nem folyik el a víz, stb. Ezeket fel tudjuk venni. A helyiek leginkább a járdák állapotáról és azok várható felújításáról érdeklődtek, valamint szóba került az is, hogy az Éjjel-Szekszárd frakció tagjai egyszerűen nem hajlandóak együttműködni a kormánypárti képviselőkkel, ezzel pedig Szekszárdnak ártanak. A pandémia alatt 277 döntés hoztam, abból 263-at úgy hoztam meg, hogy ők javasoltak, hogy mit döntsek. Ennyit arról, hogy mi nem vagyunk együttműködőek. És ugye arra bizonyára hallott mindenki, hogy egy orvosi rendelő már elment, most éppen a szőlőhegyi óvoda és a bölcsőre készül elmenni, mert meg akarják fúrni, és mellette a keselési útik előpályutat akarják tönkretenni. A környéken élőknek emellett gondot okoz az egyik itt található dohánybolt is. Vannak ugyanis, akik rendszeresen itt isznak, szükségleteiket a nyitott bokros tereken, rosszabb esetben az ablakok alatt végzik el. Az engedélyek szempontjából nekünk nincs hatósági jogkörünk, de viszont a közegészségügyi szempontból, vagy éppen a bűnügyi szempontból mondjuk megnő az elkövetések száma, akkor fogunk tudni a rendőrséggel, vagy éppen az ANTSZ-el közösen beavatkozni és beleszólni abba, hogy meddig legyen nyitva ez a dohánybolt itt a csatájtorokban is. A lakók több megoldási lehetőséget is felvetettek. Szerintük korlátozni kéne a dohánybolt működési engedélyét, hogy ne árulhassanak alkoholt. A lakók remélik, hogy ezt a helyzetet minél előbb meg lehet majd oldani.